mai adásunkban meghívjuk Önöket az Ógyalai Sörgyár nyílt napjára. Bemutatjuk az Ógyalai Kulturális Napok programját. Beszámolunk a Tehetsz Még Többet 2022 rajzpályázat sikerességéről. Megtekinthetik a Csemadok évzáró taggyűlését és a Hagyományok Házában megvalósuló könyvbemutatót. Műsorunkhoz kellemes időtöltést kívánunk! Ógyallaváros szeretettel meghívja Önöket a 16. Ógyallai Kulturális Napokra 2022. június 25-én és 26-án, szombat június 25. Iskolák, táncklubok, szépkorúak és énekkarok bemutatkozása 14 órától. Ludokuruc Band és Karol Duhony örökzöld slágerei 16 órától. A Korál Tribute Band 17 óra 30 perctől. Itt vagyunk otthon 2022. 19 órától. Bernát Tamás operett slágerei 19 óra 30 perctől. 20 órától fellép a Polemik. 22 órától Kék és Narancsárga produkció Tóth Zoltán Republik. 24 órától DJ Csekú. Kísérő programok. Ugrálóvár, Mancsőrjárat, Tomi Bohóc, élő dinoszaurusz, habparti, íjáztatás, veterán autókiállítás a WC klub jóvoltából, lovaglás, körhinták és még sok más. Városnéző kisvonat és óránkénti sörgyár látogatás délelőtt 9 órától délután 16 óráig. Vasárnap, június 26-a, Szent Mise a Szent László templomban 11 órától. Belépő díj 6 euró, gyerekeknek 4-től 15 éves korig 2 euró, nyugdíjasok, egészségkárosultak 3 euró, 3 éves korig ingyenes. Minden látogatót szeretettel várunk. Az Ógyallai Sörgyár megnyitja kapuit a nyilvánosság előtt, június 25-én szombaton. Minden sörbarát megtekintheti a népszerű szlovák Aranyfácán sörgyártó sörfőzdét. Emellett egész nap gazdag kísérő program várja a látogatókat. Színpadi műsor, country rock zenekar is táncosai, dobsó és DJ Flebo. Gyerekprogram. Lubos Bohóc és Varázslatai. Bűvész a léggömbjeivel, kabalák és arcfestés. Kísérő program. Egész napos látogatás a sörgyárban. Sörakadémia Martin Melissel. Sörvetélkedők és versenyek, asztali játékok gyerekeknek és felnőtteknek. Fotófülke. Ógyallán a Hagyományok Házába látogatott Holzer János, aki megírta a Gorbacsov titkai, valamint a 20. század című könyveket. Nagyon érdekes, lebilincselő és hangulatos könyvbemutató volt. A jó hangulathoz retró számok előadásával járult hozzá a két ógyallai zenekedvelő által alapított Veszta zenés formáció. Dupla örömmel jöttem, mert nekem Ógyalla az majdnem a kicsit távolabb is, de az otthonom. Én is felvidéken születtem, Ipolyságon. Ógyallán korábban, amikor még itt éltem és dolgoztam, akkor mint a új ifjúság riportere többször jártam, a környéken pedig még többször. Úgyhogy örömmel jöttem el, ez a 130-valahányadik ilyen találkozóm az olvasókkal. És engedjék meg, hogy két könyvet mutassak be, pontosabban
egy kort, amiben az első nóta is visszakalauzolt, kicsit a régmúltat, a múltunkat, ha úgy tetszik, a fiatalságunkat, amit mind a két könyvben valahogy próbáltam leírni, azt elmondani, hogy miért is éltünk úgy, ahogyan éltünk a 80-as, 90-es évek elején, honnan és kik irányították az életünket, miért voltak olyanok a mindennapjaink, amilyenek voltak. Mert ugye azt gondolom, most már mindannyian tudjuk, hogy a 80-as években Ógyalla életét nem a polgármesteri hivatal, nem Pozsony, nem Prága, hanem Moszkva irányította. Lehet, hogy azt itt határozták meg, hogy az apró dolgok hogy történjenek, de a nagy dolgok azok Moszkvába dőltek el. És én arra voltam kíváncsi, hogy kik voltak azok az emberek, akik onnan ebből a nagyon misztikus helyről, a Kremlből, Moszkvából irányították az életünket, és kik voltak azok az egyéb politikusok a világban, akikkel együtt a 80-as évek végén, elsősorban 89-ben megváltozott gyökeresen az életünk és a világ. Tehetsz még többet 2022 rajzpályázat keretén belül. A Feszti Árpád óvodából érkezett Kovács Alícia pályamunkáját a legjobbak közé választotta be a zsűri. Májusban a Tehetsz még többet programiroda személyesen adta át a 10 fődíjas, a 10 külön díjas és az 5 közönségdíjas óvodának a nyereményeket és okleveleket. A Feszti Árpád óvodát május 16-án 13 órakor látogatta meg a programiroda, amelyet a rajzpályázott zsűri tagja, méhész, fotós, videós csapat és a szervező programiroda munkatársa képviselt. A Feszti Árpád óvoda kislánya egy külön díjban részesült. A rajzot készítő gyermek óvodája 500 darab Zümmögés erdőn és mezőn játékos fejtörők ovisoknak című foglalkoztató füzetet és egy A2-es méretű plakátot. A fiatal alkotó, Alícia pedig oklevelet kapott az eseményen. Az óvodai csoport egy igazi méhcsaládot is örökbe fogadhat. A méhész gazda viseli a méhek gondját. Az óvoda vezetőségén múlik, lesz-e látogatás az örökbefogadott állatoknál. Az eseményen jelen volt az iskola igazgatója, Deme László, Éles Éva igazgatóhelyettes, Horváth Mária óvónő, a város képviseletében Valach Katalin. A díjátadón fotó és videóanyag is készült. A díjazott óvodának gratulálunk! Ehhez még többet pályázaton, 6 országból rengeteg rajz és pályázat érkezett, és a zsűri úgy találta, hogy a ti rajzotok volt a legszuperebb, az egyik legszuperebb, és ennek az óvodának bizony külön díjat kell hoznia ennek a csapatnak, rúgát nektek. Az első dolog rögtön, egy oklevél, amit elkészítettünk, hogy megörökítsük, hogy az óvoda bizony ezen a pályázaton külön díjat nyer, és ezt megkérem a zsűri elnökét, hogy adja át az óvoda vezetőségnek. De videóját megkérdezem, ő a program alapítója, neki köszönhetjük, hogy ma itt lehetünk, és ilyen nagyon-nagyon sok ajándékot tudunk elhozni, hogy mondasz-e valamit a gyerekeknek. Köszönöm azt, hogy szeretik a méheket, és azt szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy én is valami méhet is gyerek voltam, én is szerettem a méheket, és odafigyeltem a természetre, és bízom benne, hogy ezt a stafédát így át tudjuk adni, vagy gyerekkorban, hogyha már figyeltek a mélyecskékre, és majd egyszer majd
idősebbek lesztek, akkor visszaemlékeztek erre a pillanatra, hogy milyen jó volt, hogy akkor jöttek és mondták, hogy figyelni kell a méhekre, és ezt a tudást tovább fogjátok tudni adni, és így azt gondolom, hogy generációkat lehet átívelni, és a természet szeretetet és a természet védelmet így magatok kíván tudjátok tenni. Úgyhogy én bízom benne, hogy majd 30-50 év múlva ti is így járjatok, hogy menjenek el óvodákba, és az akkori kisgyerekeknek a munkáját ismerjétek el, és szeressétek a természetet és a méhecskét. Az idei csemada képzáró taggyűlést a Fagyizó Nagyizó kis színjátszó csoport fellépése nyitotta meg. A csemadok tagokból szerveződött fellépők az édesanyák iránti szeretetről szóló verseket adtak elő. A szereplők Radosicki Györgyi, Radosicki Patrik, Varga Edit, Varga Gyula, Varga Imre, Basternák Ildikó és Veszelei Gyula. Zsapka Katalin elnök beszámolt az előző év tevékenységéről, majd ismertette az idei évre szóló terveket. A jubilánsokat ez alkalommal is virággal köszöntötte a szervezet. A pénztári beszámoló után a bizottság Bahorec Évát javasolt a vezetőségi tagnak. A jelölést a tagok jóváhagyták. Vas Laura tolmácsolta, a csemadok komáromi területi választmányának üzenetét, amiben jó munkát és egészséget kívántak a szervezetnek. Deme László igazgató felszólalásában közölte az alapiskolai beiratkozásra vonatkozó adatokat. A vita és a határozati javaslat elfogadása után a fellépők vették újra birtokba a színpadot. A Veszta együttes név szerint Veszelei Gyula, Takács László, és az új formációban Horváth Mária, Laca Eleonóra, Takács László és Mátyus László. Köszönöm, hogy a magamra kovácsolt tibláncokat mindig puhává tetted, hogy bennem a betörhetetlenséget, postorhelyet, csókra szerintítetted, hogy nem feltel elezzél vele a szemem, mert azt mondtad, akit erőből felelnek látni, az vak marad, a világban szivárványra nem lehet. Ott vagy velem, mikor a világ összedől,
vagy újjászületik, vagy itt, vagy mindig. Köszönöm. A nagymama rosszul lát, de vizsgál egy okulát, pulcsitköt és verset szaval, a nézőkben nem vártalak. A nagymama lába fáj, mégis veled szaladgál, verseny fut az időben, majd meglátom időben. A nagymama elnyugat, simogat és puszilgat. Hallgass meg, hogy mit mesél. Az ő ad, te vedél. Meg szeretném tartani.
Az őszi és a téli hónapokra író-olvasó találkozott készít a foglalkozásokat, a Mikulás délutánt és a karácsonyi ünnepvárat tervezünk. Készülünk a Petőfi évre, mivel hogy 200 éves évfordulója, születésének 200 éves fordulója lesz. Most pedig hadd köszönjem meg a vezetőség tagjainak munkáját, akik mindig szolgálatkészek, tervekészek és ötleteikkel segítenek. Köszönöm a Parabola szerkesztőnek, köszönöm a bemutatóterem felügyelőnek, és itt kell tolmácsolnom az üzenetüket, hogy a bemutatóterem újra várja a látogatókat szerdánként 9.30-tól 12-ig és délután 15-17 óráig. Köszönöm támogatóinknak a támogatást, a tagságnak az érdeklődést. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you.
Ógyallaváros szeretettel meghívja Önöket a 16. Ógyallai Kulturális Napokra 2022. június 25-én és 26-án, szombat június 25. Iskolák, táncklubok, szépkorúak és énekkarok bemutatkozása 14 órától. Ludokuruc Band és Karol Duhony örökzöld slágerei 16 órától. A Korál Tribute Band 17 óra 30 perctől. Itt vagyunk otthon 2022. 19 órától. Bernát Tamás operett slágerei 19 óra 30 perctől. 20 órától fellép a Polemik. 22 órától Kék és Narancsárga produkció Tóth Zoltán Republik. 24 órától DJ Csekú. Kísérő programok. Ugrálóvár, Mancsőrjárat, Tomi Bohóc, Élő Dinoszaurusz, Happarti, Íjáztatás, Veterán Autókiállítás a WC Klub jóvoltából, Lovaglás, Körhinták és még sok más. Városnéző kisvonat és óránkénti Sörgyár látogatás délelőtt 9 órától délután 16 óráig. Vasárnap, június 26-a. Szent Mise a Szent László templomban 11 órától. Belépő díj 6 euró. Gyerekeknek 4-től 15 éves korig 2 euró. Nyugdíjasok, egészségkárosultak 3 euró. 3 éves korig ingyenes. Minden látogatót szeretettel várunk. Az Ógyallai Sörgyár megnyitja kapuit a nyilvánosság előtt, június 25-én szombaton. Minden sörbarát megtekintheti a népszerű szlovák aranyfálcán sörgyártó sörfőzdét. Emellett egész nap gazdag kísérő program várja a látogatókat. Színpadi műsor, country rock zenekar is táncosai, dobshow és DJ Flebo. Gyerekprogram. Lubos Bohóc és Varázslatai. Bűvész a léggömbjeivel, kabalák és arcfestés. Kísérő program. Egész napos látogatás a sörgyárban, Sörakadémia Martin Melissel, sörvetélkedők és versenyek, asztali játékok gyerekeknek és felnőtteknek, fotófülke.